előre csúsznom, és még így is így érem el. Úgyhogy közben nyomnom kell, hogy bele tudjak szólni innen lentről, és vagy meghallja az ajtó, vagy nem. Csak nyújtózkodva Újbegyének felső peremével éri el a szekszárdi önkormányzat hátsó kapuját nyitó csengőt Kecskeméti Mária. A bankautomatákkal még nehezebb a dolguk a mozgáskorlátozottaknak Szekszárdon. Sok helyen olyan magasságba helyezték el a gépeket, hogy a képernyőt nem lehet látni kerekesszékből. Így nem tudják, hogy milyen gombot nyomnak. Mária azt mondja, az ügyintézés és a mindennapos közlekedés is nehézkes Szekszárdon. Noha számos beruházást hajtottak végre a Tolnai megye székhelyen. Ő segítséget szokott kérni, ha valamit nem ér el, vagy megkér valakit, hogy küldje ki az ügyintézőt az adott hivatalból, ha nem tud oda bejutni. Általában magasabb járdaszegélyekkel találom szemben magamat. Esetlegesen már mondjuk ez az ügyintézéshez tartozik, járdákon is van, de főként épületeknél lépcső. Nehéz ajtók, amik egy kézzel elég nehezen nyithatóak, úgyhogy a kerekesszéket is kormányozni kell. Magas csengők, ügyintézés során magas pultok. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a Magyar Postát marasztalta el legutóbb hátrányos megkülönböztetés miatt. A hatóság egy hallás- és mozgássérült, gyerekkora óta elektromos kerekesszékkel közlekedő ember panaszára mozdult meg. A településen egy magánlakásban működő postamester intézte az ügyeket. Az épülethez sem feljárót nem építetett a posta, sem a csengőt nem rakta olyan helyre, hogy kerekesszékből is el lehessen azt érni. A paksi postát is hasonló gondok miatt marasztalta el néhány éve az Egyenlő Bánásmód Hatóság, és arra kötelezte a hivatalt, hogy tegyék akadálymentessé a bejutást. Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz nagyon sok esetben fordultunk. A paksi 2 számú posta hivatallal volt egy ilyen konfliktusunk, ahol nem akartak akadálymentesíteni, mondván, hogy nem az ő tulajdonunkban van az épület, és fel fogják újítani ezt a parkot. Ezt. A posta végül kialakított egy mobil rámpát, és kicserélték a bejárati ajtót. Ez az ügy tehát szerencsésen zárult, ám Szabó Sándor azt mondja, a Tolna megyében élő mozgáskorlátozottak helyzete még mindig elkeserítő, mert a közszolgáltatások kevés helyen teljesen akadálymentesek. A hivatalok előtt kialakított mozgássérült parkolóból kerülővel lehet csak feljutni a járdára. Az intézmények többségében pedig nincs olyan kezelőpult, ahol a mozgáskorlátozott alá tudna írni egy dokumentumot.